A halványsárga, a narancssárga és a bordó színek jelölik azokat a városokat az ország térképen, ahol emelkedett a lakások száma az utóbbi 11 évben. Jól látható, hogy főleg a nyugati ország részben növekedett az ingatlanok mennyisége. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye nagy részén inkább csökkenés vagy stagnálás volt tapasztalható a legutóbbi népszámlálás óta. Azt tehát elmondható a Központi Statisztikai Hivatal tavalyi népszámlálásának friss eredményeiből, hogy a régióban nem változott jelentősen a lakások száma, a már korábban meglévő állomány viszont jóval kihasználtabb 2011-hez képest. A lakott lakásoknak a száma, tehát amit életvitelszerűen, ahol az emberek laknak, ugye ott történt növekedés, viszont a más célra használt, meg az üresen álló, meg az idényszerűen lakott lakásoknak az aránya, meg a száma, a Szabolcs-Szatmár-Berekben csökkenő. Igazából a lakásállománynak a minősége a méretet tekintve átlagos, a lakosságnak a kétharmada, két-háromszobás lakásokban lakik, valamennyire talán egy kicsit elmarad a nagyon nagy méretű lakásoknak az aránya, az talán nem olyan magas, mint mondjuk a nyugati ország részben, viszont inkább a felszereltség az, ahol a szabolcsi lakások elmaradnak az országos átlagtól. Ez azt jelenti, hogy főként az ország nyugati részéhez képest lényegesen kisebb arányban vannak felszerelve a lakások korszerű fűtés technológiával. A vezetékes internettel ellátott ingatlanok aránya 65%-os a vármegyében, ez 5%-kal marad el az országos átlagtól. A népszámlálási adatok azt is megmutatták, hogy Szabolcs-Szatmár-Berek 200 ezer háztartásából nagyjából 10 ezeret tesznek ki a legrosszabb minőségű, komfort nélküli lakások, ez az arány a legrosszabbak közé tartozik az országban.